reggeli füstjelek. Jó reggelt kívánok mindenkinek! A mai napon egy kicsit a nevelésről szeretnék egy pár gondolatot megosztani veletek. Pál apostolnak a zsidókhoz írt levél 12. fejezetéből olvasom, és elfeledkeztetek-e az intésről, amely néktek, mint fiaknak szól. Fiam, nevesd meg az Úrnak fenyítését, se meg ne lankadj, ha ő dorgál téged. Mert akit szeret az Úr, megdorgálja, megostoroz pedig mindent, akit fiává fogad. Ha a fenyítést elszenveditek, akkor veletek úgy bánik az Isten, mint fiaival. Mert melyik fiú az, akit meg nem fenyít az apja? Ezek a gondolatok, ezek az igék Pál apostol tollából a zsidókhoz írt levélben, Salamon példabeszédeiből, a harmadik fejezetből származnak, egy úgymond visszautalás azokra. Azt mondja Pál apostol, hogy ha mi elfogadjuk Istennek a dorgálását, az ő fenyítését, akkor Isten úgy fog velünk bánni, mint fiaival. Aki valójában szereti az embertársát, vagy szereti az ő fiát, az ő gyermekét, az nem hagyja benne a bajban, nem hagyja benne az elvetemültségben, hiszen a bűn az egy elvetemültség, hanem megpróbálja segíteni onnan kijönnie. És ehhez bizony fenyítés kell. A mai világban nem igazán divatosak ezek a szavak, hogy dorgálás, fenyítés, büntetés, stb. Viszont Pál apostol fölteszi a kérdést, hogy mert melyik az a fiú vagy leány, ugye ide be lehet azt is írni, akit meg nem fenyít az ő apja. Hát kimondom, sokszor a maiak. A mai gyermekeknek az életéből bizony sokszor hiányzik a határozott, pontos határvonal kijelölése a szülők részéről. Tudjátok, nekem idősebbek voltak a szüleim, amikor én kisgyermek voltam, és főleg apám volt egy nagyon-nagyon határozott karakán valaki, aki velem nagyon sok mindent keményen betartatott. Például, amikor ebédre hívott, akkor mondta, hogy fiam, ebéd van, ha nem jössz, akkor találkozunk 6 órakor a vacsoránál. És ha tényleg nem mentem, mert a lentkerekes autó fontosabb volt a számomra, akkor vacsoránál találkoztam apukámmal. Ilyen következetes volt. Vagy emlékszem arra, hogy amikor olyan 16 éves forma, tinédzser srác lehettem, akkor volt Nagymaroson egy ilyen tini diszkó, vagy tini buli, nem is tudom már, hogy minek nevezzem, ahová szerettem volna elmenni. És apámnak mondtam, hogy szeretnék elmenni szombat este erre az összejövetelre. Ő nekem csak annyit mondott, hogy fiam, látod, hogy édesanyád hol van? Az almafán kínlódik és szedi az almát. Majd, hogyha leszettél 2 kosárral, akkor elmehetsz. De oda is csak úgy mész el, hogyha nem vagy itthon 10 órára, nem foglak beengedni. Hát a kosár almákat megszedtem, és boldogan mentem oda, ahová akartam fiatalon, viszont elkéstem úgy jó 1/4 óra 20 percet. A telken sötét volt, a házban sötét volt, minden ajtó be volt zárva, és találtam egy építkezés pár utcával odébb, és szementes zsákokon aludtam, 16 évesen. És másnap apám megkérdezte, hogy fiam, jól érezted magadat? Bizony betartotta a határvonalakat, és bár tudtam, hogy nagyon-nagyon szeretett engem, soha, de soha nem változtatta meg a döntését. Ha valamit úgy elhatározott, akkor az úgy is volt. És visszautalva Pál apostolnak a gondolataira, és nyilván előzményben pedig Salamonéra, minket a testi apáink neveltek szigorúan, kevésbé szigorúan, fenyítettek is, amikor kellett, de ők hibázhattak. Sokszor indulatból, vagy esetleg túlkapásból tették, amit tettek. De az Isten pontosan tudja, hogy mire van szükségünk ahhoz, sokszor fájdalmakon keresztül is lépdelve, hogy jobb emberekké váljunk. Belegondoltatok ti abba, hogy egy Dániel próféta, vagy Jákobnak a gyermeke József, akit eladtak Egyiptomba,
hogy miket kaphattak a szüleiktől, apáiktól ezek a gyermekek, hogy egy József, akit eladtak Egyiptomba, ahol aztán tényleg nagyon hamar elfelejthetett volna mindent, amit a szülői háznál látott vagy kapott, hogy ő mennyire elveszhetett volna az egyiptomi kényelem szeretetben, késóvárgásban, szórakozásokban, kicsapongásokban, bálványimádásokban, akkor nem tudott volna megállni Pótifárnének a megejtő ajánlata előtt, hogyha ő nem kapta volna meg a legfontosabbakat Jákobtól, az apjától. Vagy Dániel próféta, aki szinte 16-18 éves korú fiatal ember lehetett, akit elvittek rabságba, rabláncon, Babilonba, hogyha ő nem kapott volna következetes nevelést, akkor úgy elfolyt volna, mint egy pohár víz a padlón. Nem lett volna megállás, nem lett volna benne sziklaszilárd megállás a legjobb elvek mellett. Ezért jegyezzük meg, kedves hallgatók, felolvasom megint az igénket. Fiam, nevesd meg az Úrnak fenyítését, sem meg ne lankadj, ha ő dorgál téged. Mert akit szeret az Úr, megdorgálja, megostoroz pedig mindent, akit fiává fogad. Ha pedig a fenyítést elszenveditek, akkor veletek úgy bánik az Isten, mint fiaival. Zárásképpen egy apró kis rövid idézetet szeretnék csak elitekbe tárni. Egy amerikai filmben egy nagyon erős ember, úgy hívják, hogy Dwayne Johnson, egy nagyon komoly kihívás előtt állt, amire fel kellett készülni, és voltak nehézségek, de a kisebbekkel akarták kezdeni, és ő csak annyit mondott, nem kell a sütemény, jöhet a főzelék. Hát igen, a főzeléktől leszünk tulajdonképpen erősek, attól, amit igazából a gyerekek úgy inkább eltolnának maguktól, és csak a kellemetes étkek kellenének nekik inkább. Ez az ember azt mondta, nem kell a sütemény, jöhet a főzelék. Hát fogadjuk meg Isten főztjét, fogadjuk el Isten főzelékét, hogy igazán erőteljes, a hitben és a cselekedetekben edzett emberek lehessünk, és hasznos gyermekei a mi Urunknak, a mi Istenünknek kezei között. Ennek jegyében kívánok szép napot mindannyiótoknak!